Elindult a Magyar Honvédség idei toborzó emlékfutása. Az egész országon átívelő rendezvény célja a katonai hivatás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, illetve az, hogy megemlékezzenek a hősökről. A program Budapestről indult, és ugyanoda is fognak visszaérkezni a katonák. Azért toborzó emlékfutás, mivel toborzás katonák futjuk, csak szerződéses, hivatásos, önkéntes, tartalékos katonák, illetve azért emlékfutás, mert az Adrianus Alapítvánnyal együtt szerveztük, és ehhez különböző kulturális rendezvényeket társítottunk. Ilyen lesz például Aranyosapátiban a katona olimpikonok baráti körének az elhunyt katonai olimpikonok emlékére kopjafát fogunk avatni. Május 6-án indultunk a Magyar Sportnapja alkalmából, és május 20-án a Honvédelem napja alkalmából fogjuk befejezni a futást. A résztvevők váltófutásban teljesítik a távot. Tegnap volt a leghosszabb napunk, az 180 km volt, 10 km-enként váltottuk, természetesen frissítjük a futókat, így folyamatosan bírjuk a futást. Két hét, 20 katona, 219 település és 1830 km. A több mint 200 helyszín között volt Bonyhádváros is. Toborzó emlékfutás 2022 végre elérkezett Bonyhádra, mintegy 10 perccel ezelőtt ide is értek, és már tovább is száguldottak, és ilyenkor szokás, hogy minden város a vezető vagy a polgármester, alpolgármester egy emlékszalagot köt rá a stafétabotjukra. Hát ez történt nálunk is. Bízom benne, hogy ők is sok sikerrel fognak eljárni. Valószínű, hogy a mi futóink, a kis diákok hozzájuk csatlakoztak, és most a város tábláig elkísérik őket. Ugyanezt történik szinte minden településén. Nálunk hosszas a program nem lehetett, hiszen ilyen késő időpontban nem lehet megszervezni, de nagyon örülünk neki, hogy ennek a 219 településnek mi is a részese lettünk. Az alpolgármester hozzátette, hogy a katonai toborzáson és az egészségmegőrzésen kívül a történelmi hagyományokra való emlékezés is fontos szerepe a rendezvénynek.